mai nap nem egyedül jöttem, hanem a családommal. Ez a mai nap egy deklaráció, egy eskü mindannyiunk részéről. Ezért fontos, és örülök neki, hogy ma itt vagytok velem. Apaként is, de politikusként is ugyanaz a felelősségem, ugyanaz a dolgom, hogy azért dolgozzak nap mint nap, hogy ez az ország egy élhető, félelem nélküli, fejlődő, mindenki számára hazát adó ország legyen. január 30-án megszületett a drága nagyfiunk. Nagyon-nagyon örültünk neki. Amikor megszülettem, már az is nagyon küzdelmes volt. Két hétig az édesanyám nagyon komoly kétségek között töltötte a napokat, hiszen azt mondták, hogy van rá 50% esély, hogy meghal a gyermeke. Este 11 órakor odahozták hozzám, hogy köszönjek el tőle, és elvitték a Pécsi Gyermekklinikára. Míg a kórházba feküdtem, addig majdnem megszakadt a szívem, ahogy a többi anyukához odavitték a gyerekeket, és én nekem meg senkit nem hoztak oda. Nagyon-nagyon el voltam keseredve. De aztán úgy alakult, hogy valahol eldöntötték, hogy mégis megmaradok, és akkor így hazakerültem egy olyan lakásba, Pécsre, ami egy lebontásra ítélt ház volt, abban tudtak bérelni a szüleim egy szobát, ez a cselédszoba volt. Éppen ezért se ablak nem volt rajta, és megközelíteni is csak a konyhán keresztül lehetett. Egyébként egy nagyon nyugodt, aranyos kisgyerek volt, viszont úgy csinált, hogy éjjel fenn volt, vigyorgott, egy teát kellett neki adnom, nappal megaludt szépen ő kegyelme. Én meg még nappal is majdnem elaludtam, mert olyan fáradt voltam. Én sem tudtam aludni, másnap mentem az egyetemre, és elaludtam azt az előadásokon, és ennek következtében volt az, hogy úgy döntöttünk, hogy Paksra vittük az apósomékhoz, és gyakorlatilag hát így ketté szakadt a család. Úgy döntött a család, hogy édesanyám és én fél évre az egyik nagyszülőhöz, fél évre meg a másik nagyszülőhöz költözünk, hiszen már csak egy éve volt hátra apunak az egyetemből. Ott ő a Pécsi Orvostudományi Egyetemre járt. Miután édesapám elvégezte az egyetemet, Veszprémben kapott állást a Veszprém megyei kórházba, úgyhogy mindenki átköltözött értelmesen Veszprémbe. A mai napig úgy gondolom, hogy én és mi veszprémiek vagyunk, hiszen nem szabad elfelejteni azt, hogy honnét jövünk, hogy mik a gyökereink, függetlenül attól, hogy mit hoz aztán a sors. Mindkét szülőm első generációs értelmiségi, a nagyszüleim mind kétkezi munkások voltak, ki a mezőgazdaságban dolgozott, ki cseléd volt, ki bányász volt. Az egyik nagypapám az egy ezermester volt, tehát nem volt olyan, amit nem tudott megszerelni. Nagyon művelt ember volt, annak ellenére, hogy nem volt magas iskolai végzettsége. A másik nagypapám, ő bányász volt, és mind a ketten nagyon sok olyan történetet meséltek az életükből, ami úgy megmaradt bennem. Az Alahalápi nagypapával is nagyon jó volt a viszonya, édesapámmal, aki kőbányász volt. Sokat beszélgettek, sok történetet mesélt a Attilának, és mindig azt kérdezte tőle az Attila, hogy papa, neked miért ilyen durva a kezed, olyan vastag a bőr a kezed. Azt mondja, hát, tudod, fiacskám, aki ilyen kemény munkát végez, köveket emelget, rakja a csillébe, meg tologatja, hát annak nem lehet olyan finom keze. Tehát én nagyon sokat tanultam tőlük, azt, hogy a kemény munka az mindig meghozza a gyümölcsét. Ebben egyébként a szüleim is nagyon, nagyon nagy hatást gyakoroltak rám, hiszen édesanyámnak hihetetlen türelme van, hihetetlen kitartása van, szinte nincs olyan dolog, amihez nem úgy áll hozzá, hogy optimistán, és mindig a legjobbat látja, még egy nagyon nehéz szituációban is. Valószínűleg ezt tőle örökölhettem, és egy nagyon optimista ember vagyok. Édesapám pedig szerintem azokat a készségeket, ami a politikusi szakmához kellenek, azokat egészen biztosan egy kicsit tőle is örököltem, hogyha valakinek tudunk segíteni, akkor ezt meg is tegyük.
az ő életét áthatotta orvosként egész végig, és erre tanított engem is. Szívesen emlékszem vissza, amikor hívtak szülői értekezletre, és akkor nem az édesanyja, hanem én mentem el. És panaszkodtak rá a tanárok, hogy nagyon fejlett az igazság. Túlságosan fejlett az igazság. Túlságosan fejlett az igazságérzete, és hogy fogjam ezt vissza, meg nagyon nagy az empátiája az osztálytársaihoz, és mindenki mellett kiáll, meg akarja védeni őket. Különben nincs vele semmi probléma. Hát ugye Attila azt hitte, hogy én ezért majd meg fogom büntetni, de amikor hazajöttem, akkor megveregettem a vállát, hogy... Jól csináltad, fiam. Okosan csináltad, és így is kell kiállni mindig valaki mellett. Már kicsi kortól azt hallottam, azt tanultam, hogy fontos a tanulás, fontos a nyelvtudás, mert ezzel kinyílik a világ mindenki számára. A két nagymamám mind a ketten, az egyik cseléd volt, a másik háztartásbeli, hogy akkor hívták. Ők pedig azt tanították, azt mutatták, hogy hogyan kell egy családot egyben tartani. Volt egy családi anekdóta, ami arról szólt, hogy én valamikor óvodás koromban egyszer csak azt mondtam, hazamentem a szüleimhez, és egyszer csak azt mondtam, hogy apa, anya, én diplomata leszek. És hát mindenki nevetett rajta, hogy egy ilyen kisgyerek honnét veszi, hogy ő diplomata szeretne lenni. És akkor nagyon hosszú ideig ez volt a mondás, hogy amikor megkérdezték tőlem, hogy és na, mi leszel, mi lesz az Attikából, akkor mondták, hogy na mondd meg, Attika, mi leszel, én megmondtam, hogy hát én diplomata leszek. Hát akkor ugye ez viccesnek tűnt mindenkinek, aki ezt hallgatta, és aztán el is felejtődött ez a történet, de gimnáziumban újra élet. Volt még egy nagy adománya ennek a gimnáziumnak, ő a felesége. Ahogy már mondtam, a feleségemet a gimnáziumban ismertem meg, úgyhogy tulajdonképpen harmadikos korunktól együtt vagyunk, de az ismerettség korábbi, még ennél is korábbi, hiszen valamikor valamilyen kressz versenyre készült az általános iskolánk, és az ő iskolája is részt vett, mint csapat ezen a kressz versenyen. Egy nagyon csinos lányra úgy figyelmes lettem, akit nem ismertem, csak hát egész nap őt figyeltem, hogy mit csinál, hogyan, hát próbáltam egy kicsit cikizni is, meg amikor biciklivel jött, akkor próbáltam eléhajtani, hogy valahogy kapcsolatba kerüljek vele. Aztán elsodort bennünket egymástól az élet, hiszen még általános iskola. Aztán utána, amikor a gimnáziumba kerültem, akkor örömmel konstatáltam azt, hogy na hát akkor ezek szerint a sors az még nagyobb rendező, hiszen ő is ebbe az angol nyelvi tagozatos osztályba került be, ahova én. De az első egy-két év, vagy első két év, két és fél évben aztán ennek nem volt semmilyen más folytatása, mint annyi, hogy osztálytársak voltunk. És aztán a harmadik év volt az a fordulópont, amikor szorosabbra fűztük úgymond a kapcsolatot. 17 évesek voltunk harmadikosok egy osztálykiránduláson, amikor egymás mellé ültünk a buszon, és emlékszem Győrtől, ez egy győri osztálykirándulás volt, Győrtől Veszprémig beszélgettünk, és abban az egy órában, másfél órában én úgy éreztem, hogy itt most a részemről valami lángra lobbant, és hát ez kölcsönös volt, mint utólag kiderült, és gyakorlatilag 17 éves korunk óta együtt vagyunk Attilával. Volt egy osztálykirándulás, az így megmaradt bennem, és az volt egy csoportkép, pontosabban a barátjával, meg egy kislányjal. Egy szép kislányjal. És mondd azt te, hogy mit mondtam én akkor? Akkor a férjem azt mondta, hogy ez a kislány lesz a menyünk. És így is történt. És én nem hittem el, és mégis ő lett a menyünk, aminek nagyon-nagyon örülünk, mert egy végtelen aranyos teremtés. Azt szokták mondani, hogy 7 év után ugye ezek a kapcsolatok megromlanak, na mi 7 év után házasodtunk össze, úgyhogy nem megromlott, hanem megerősödött inkább csak a kapcsolat. És hát azóta is tart, most már két gyermekkel kiegészülve, Ati és Kata, ők ugye most lesznek 10 és 9 évesek, úgyhogy most már
nagyon-nagyon hosszú ideje vagyunk együtt, és hát nagyon jól működik, hál' Istennek, ez a kapcsolat. Az egyetemen kaptam egy nagy lehetőséget, hiszen kétszer is elmehettem külföldre tanulni. Ez akkor még Tempusnak hívták, ez egy Európai Uniós ösztöndíj volt, és először Spanyolországban tanulhattam, utána pedig Hollandiában egy fél évet. Tehát egy déli ország és egy északi országnak a kultúráját tudtam nagyon jól megismerni. Groningenben, Hollandiában volt ösztöndíjas, akkor ott meg is látogattam, és nagyon nagy élmény volt nekem, hogy mindig biciklivel járt be az egyetemre. Én pedig ültem a csomagtartón abban az egy hétben, és együtt bejártam vele, és hallgattam az órákat. Azt a munkát, amit mi végzünk, politikusok, azt leginkább a család az, aki megsínli. Tehát talán a legnagyobb áldozatot én mellettem a családom hozza. A feleségem, a gyerekeim, hiszen minden apa így van ezzel, hogy a legcsodálatosabb pillanat az életében az volt, amikor megszülettek a gyerekei. Így volt ez nálam is. Mikor a gyerekeink születtek, Attila mindkét szülésnél ott volt, és ült mellettem, fogta a kezemet, éppen egy fájás közben rám nézett, és megkérdezte tőlem, hogy nagyon fáj, mit tudok segíteni? Hát abban a pillanatban azt mondta neki, hogy most leginkább azzal, aki kimész innen a szobából, és hagysz engem itt egyedül. Minden szabadidőmet, ami van, velük akarom tölteni. Sajnos nagyon kevés van belőle, van, amikor egy hétig szinte nem találkozunk, hiába lakunk itt egy lakásban, mert én már reggel elmegyek a tévébe, akkor ők még alszanak, amire hazérek, ők már alszanak, úgyhogy voltak olyan napok, amikor tulajdonképpen elmentünk egymás mellett csak. Az édesapjuk a legnagyobb példakép mindegyiküknek. Kata például minden rendezvény előtt rajzol neki valamit, amivel próbálja biztatni és jelezni neki, hogy ő is vele van, ő is szurkol neki. Egyszer emlékszem, két és fél éves volt Attika, amikor sétáltam vele az utcán, és összefutottam egy kedves ismerőssel, akivel beszédbe elegyedtünk. Kérdezte tőlünk, hogy hol lakunk. És az én fiam mondta, hogy hát mi otthon lakunk, de apa, ő a tévében lakik. Le a kalappal a gyerekeim előtt, mert pontosan tudják és látják, hogy, és most már értik is, hogy mit csinál az édesapjuk, miért csinálja, miért fontos ez. És most nem csak a feleségem támogat ebben, nem csak a szüleim támogatnak ebben, hanem most már nagyon komoly segítséget kapok a gyermekeimtől is ehhez. Én is jártam Londonban, és egészen elképesztő volt. Nem tudtam úgy egy étterembe bemenni, nem tudtam a szállodában úgy térülni, fordulni, hogy ne találkozzak magyar fiatalokkal. Diplomás, több nyelvet beszélő, magasan kvalifikált fiatalokkal, akik sok esetben pincérként dolgoztak egy szállodában. És megkérdeztem tőlük, hogy és mikor jönnek haza? És többüknek az volt a válasz, hogy soha. És a Magyarország elveszti, a magyar nemzet elveszti a legjobbjait, akkor azzal a jövőjét is elveszti. Ezért kell olyan országot teremteni, amiben ezek a fiatalok hazajönnek, az itt élők meg max egy ösztöndíj erejéig mennek külföldre, és utána rohannak haza, hogy az ott megszerzett tudást itt Magyarországon ezért a nemzetért kamatoztassák. És azt mondtam neki, fiam, mindent úgy csinálj az életbe, hogy 10-20 év múlva, amikor a gyerekeid fölnőnek, akkor ne kelljen nekik szégyenkezni az apjuk miatt. Pár hét múlva megnyerjük a 2014-es választásokat, és egy koalíciós kormány vezetőjeként olyan programot fogunk végrehajtani, amelyik kezeli Magyarország három fő válságát. A demokratikus válságot, a szociális válságot és a gazdasági válságot. Nem ígérünk Kánaánt, az hazugság, ha valaki azt mondja, hogy egyik napról a másikra jólétet lehet teremteni. Felesleges én ígéreteket mondani. Ennél sokkal okosabbak a választópolgárok. De azt igenis ígérni fogjuk, hogy lehet korszakváltást csinálni, lehet és kell jobban kormányozni, és ennek a korszakváltásnak, ennek a jó kormányzásnak az lesz az eredménye,
hogy minden magyar ember a hétköznapi életébe fogja megtapasztalni azt, hogy az élete egy kicsit könnyebb, kiszámíthatóbb, biztonságosabb és békésebb lett. A magyar nép fejlődést és szabadságot akar, igazságos, európai Magyarországot. Mi magyarok fogjuk megoldani a saját problémáinkat, mi magunk. Ott fogunk állni mindenki mellett, akinek segítségre és szolidaritásra van szüksége. Egy erős párttal és a szocialista párt keményen vissza fog vágni. Ez az én személyes ügyem. Ezért dolgozom a nap 24 órájában.